Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Az Országgyűlés 2020-at Zrínyi Miklós emlékévé nyilvánította. A költő és hadvezér 1620-ban született, tehát pontosan 400 évvel ezelőtt ebben az évben. Ez adta az apropót annak, hogy a Honvédelmi Minisztérium kérje, hogy 2020 Zrínyi év legyen. És nekünk is ez adta az apropót arra, hogy foglalkozzunk egy kicsit Zrínyi Miklós életével, akivel kapcsolatban fehérvári, azaz székesfehérvári összefüggésekre is akadunk, majd figyeljenek bennünket, tartsanak velünk. Először is engedjék meg, hogy köszöntsem a műsorban szakértőnket, dr. Négyesi Lajos honvédezredest, hadtörténészt, a Szent István Király Múzeum tudományos igazgatóhelyettesét, és azért elmondom azt is, hogy a Közszolgálati Egyetem oktatóját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy és elhozod nekünk ezeket az információkat, de mielőtt a székesfehérvári történetig eljutnánk, azért érdemes volna először is kibogózni, mert ugye a magyar történelem két Zrínyi Miklóst is ismer, hogy ki is, akinek az emlékévét ünnepeljük 2020-ban. Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a lehetőséget, hogy Zrínyiről beszélhetek. Sajnos Zrínyi Miklós életében ez a tévesztés ez rendszeresen előjön. Tehát ugye beszélünk az 1566-os Szigetvári ostrommal kapcsolatban, ugye arról a Zrínyi Miklósról, aki negyedikként viselte ezt a nevet, tehát a Miklós nevet a Zrínyi családban, aki 1566. szeptember 7-én kirohant Szigetvárvárába, és így az önkéntes halált választotta ugye a fogsággal, a megaláztatással szembe. Neki Szigetváron, ha jól számolom, akkor legalább 3 szobra van. Na most, ami érdekes, hogy a 7. Zrínyi Miklósnak, annak, akiről most beszélünk, akiről az emlékév szól, ugye a költő és hadtudós hadvezér Zrínyi Miklósnak is van Szigetváron szobra, majd még később talán erről beszélünk. Ő ellenben Csáktonyán élt, és az ő nevéhez nem egy vár elvesztése, hanem egy vár felépítése, ugye Új-Zrínyi várnak a felépítése a Mura partján 1661 és 64 között létezett erőség. Az ő nevéhez meg ez fűződik itt a várokkal kapcsolatban. Nem akarok annyira előre szaladni, de mindkettőknek a halála lett nagyon nevezetes. Ugye hát ugye a dédpapa kirohanásával, illetve a mi Zrínyi Miklósunk, hogyha beszélhetek a most emlegetett Zrínyi Miklósnak a Vatkannal történt találkozásával. Azért ezeket valahogy mindenki tudja, csak nem rakjuk feltétlen össze. De most itt az ideje, hogy akkor beszéljünk az 1620-ban született Zrínyi Miklósról is. Igen, itt a halála előjött. Zrínyivel kapcsolatban van egy téves információ, mondhatom azt, hogy egy téves szemlélet, ugyanis mivel a testvéröccse Zrínyi Péter utána részt vesz a Veselényi féle összeesküvésbe, és ugye Zrínyi Péter és Frangepán az, aki ugye Veselényi elárulja ezt az összeesküvést, és aztán Zrínyit és Frangepánt Bécsbe rendeli az udvar, és elmennek, és ott lefejezik őket. És ugye ezt az egész összeesküvés gyakorlatilag az 1664-ben lezajlott Szentgotthárdi csata utáni szégyentes vasvári békekötés az, ami meglódítja, indukálja. Tehát magára Zrínyi Miklósra is ráhúzzák azt, hogy ő a Habsburg udvarral szembe helyezkedett volna, és a nemzeti ellenállásnak lett volna a vezére. Ez az ő esetében nem teljesen igaz, ugyanis hát fennmaradtak Zrínyi levelei, amiből láthatjuk azt, hogy ugye közvetlen kapcsolatban volt a császári udvarral, és alapvetően ő egy udvarhű, aulikus magyar nemes ember volt Horvátban, de mellette azért Rákóczi Györggyel is folyamatosan levelezett. Mi azért is érdekes, mert ugye Zrínyi is részt vett a 30 éves háborúban, de császári Zsoltban, a Felvidéken folytatott hadműveletekben. Ugye Rákóczi Györgynek a hadát, az pedig a tatárok fogságba ejtik, és ő meg ugye a másik oldalon harcol, pont a császáriakkal szembe. Tehát Zrínyi is, mint egy tipikus magyar nemes, azért nem azt mondom, hogy több vasat tartott a tűzbe, de mindenhol gyűjtötte az információkat, mindenkivel tartotta a kapcsolatot. De az biztos, hogy ő elsődlegesen az osztrák császárhoz volt, tehát és magyar királyhoz volt hű. És ugye így harcolt a törökkel szembe. Mennyire volt az törvényszerű, hogy a kis Zrínyi Miklósból hadvezér kell, hogy legyen? Hát törvényszerű volt a maga nevében úgy, hogy hát ők voltak a Mura köz urai. Tehát a Zrínyi birtokok azok pont Stájerország keleti végében, pont a török határon álltak, tehát ezért ugye Zrínyi több helyen leírja azt, hogy ő
Stájerország védőpajzsa, az ő birtokai képezik ezt. Valamint ugye emellett még az is fölmerül, hogy a török és a velencei köztársaság közötti háborúban is nagyon fontos szerepet kap a Mura köz, mint ami lefogja ugye a Tráva és a Mura összefolyásánál ezt a hadiutat, amin a törökök ugye megindulhatnának akár Velence irányába. Tehát tulajdonképpen Zrínyi birtok magába hordozta azt, hogy neki kellett foglalkozni a katonamesterséggel. És ugye a családnál is láthatjuk azt, hogy a Subicsok, azok alapvetően ugye a Dalmát partvidékről mozognak északi irányba, ugye megkapják Zrínvárát, ahonnan a nevét nyeri a család, és ahogy a török terjeszkedés egyre jobban nyomja őket északi irányba, úgy lesz ugye Szigetvári Zrínyi Miklós birtoka Szigetvárvára. Ott aztán megvádolják azzal, hogy sokszor törvénytelenül szerzett a környéken birtokokat, úgyhogy 1566-os ostrom előtt éppen egy ilyen nagyobb vizsgálat várt volna rá. Na de hát hasonlóval megvádolták Dobót is az 1552-es ostrom előtt, tehát ez egy ilyen általános dolog volt akkor a magyar nemesség körében mondhatni azt. De lényeg, hogy a Szigetvári Zrínyi Miklós az, aki ezzel a hősi halállal ezzel megalapozza a családnak a tekintélyét, hiszen ő lesz a török ellenes harcoknak az első vértanúja, szó szerint vértanúja. És ugye ebből él, tehát hogy erre építhet, aztán utána a család erre építik a tekintélyüket. És ugye már a Szigetvári Zrínyi Miklós megszerzi a családnak a későbbi székhelyét, Csáktornyát is. Tehát egyszerűen nem volt más választásuk, ők rá voltak kényszerítve arra, hogy török ellen harcoljanak. De érdekes, hogy míg Zrínyi Miklós alapvetően ugye magyar irányba orientálódik, az öccse, Zrínyi Péter, ő egyértelműen horvát hadvezérnek tekinti magát. Ne voltak horvát és az Adriához köthető momentumok Zrínyi Miklós életében is? Hát természetesen ugye a legismertebb a dédnagyapa életét feldolgozó eposz megjelenése 1551-ben, ugye aminek az a címe ennek a kötetnek, hogy az Adriai tengerek szirénája, Adriai tengerek szirénje, amiről aztán az irodalomtörténészek azóta is folyamatosan vitatkoznak, hogy mit jelent ez a cím, de ugye ott van az Adriának a megjelölése. Másik az, hogy Zrínyi közvetlen kapcsolatba állt Itáliával és ugye az Adriai-tengeri partvidékkel, hiszen a levelében rendszeresen felbukkan az, hogy kagylót, halat hozat onnan 1637-ben. Ugye az Zrínyi testvérek, ugye akik árvák voltak már akkor, és ugye Pázmány Péter nevelte ezt a testvérpárt, tehát ők volt honnan, hogy merítsenek a kultúra és a művelődés területén. Na, ők például tesznek egy utat Itáliában, és akkor, amit biztosan tudunk, hogy Velencébe eljutnak. És megismerkednek az olasz kultúrával, de ha már kultúránál tartunk, akkor Zrínyinél mindenképpen ki kell emelni azt, hogy hatalmas könyvtára volt, tehát a kor viszonyai között. És ez Velencével kapcsolatos, hiszen onnan is hozott. Igen, tehát a könyvtárában vannak latin nyelvű, olasz nyelvű, német nyelvű könyvek, ezeket a nyelveket beszélte, ezen kívül még magyarul, horvátul is, tehát egy tényleg rendkívül művelt főúr volt, és én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a Zrínyi irodalmi, hadvezéri, hadtudós életművét tekintve, hogy egy géniusz volt, egy zseni volt. Tehát azzal a hatalmas intelligenciával és gondolati kapacitással, amit aztán utána, ami kicsúcsosodott bizonyos időnként, tehát akár a szerelembe, akár az irodalomba, vagy akár a hadtudományba, vagy akár a hadvezetésben. Egyébként, amit a hadvezetésben mutatott, ott a tudás irányította, vezérelte cselekedeteit, vagy harciasság is volt a vérében? Érdekes, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanis, ha megnézzük a kor egyik szokását, a jelmondatokat. Tehát a minden nemes embernek volt egy jelmondata. Ugye a nemesi családok rendelkeztek címerrel, ami a család címere volt, de az egyén az választott egy jelmondatot, és a kettő együtt tette lehetővé az egyértelmű azonosítását. Ugye Zrínyinél megmaradt a jelmondat, azt egyértelműen hozzákötik, hogy sors bona nihil aliud, jó sors, semmi más. Ezt sokszor félreértik ezt a jelmondatot. De volt neki egy első jelmondat az Zrínyinek, ami pedig a nemume impune lacessit. Senki sem bánthat engem büntetlenül. És 1551-ben van ez a váltás. Na most, tehát ez az első jelmondata, de ezzel párhuzamosan Zrínyi Péternek, az öccsének szintén van egy jelmondata, ami pedig annyi, hogy győzelem vagy halál. Tehát ha a két szemét összehasonlítjuk, akkor
Hát Zrínyi volt az idősebb, tehát bele sokkal nagyobb intelligencia jutott, mint az öccsébe. Az öccse az szerette erővel megoldani a dolgokat, mint látszik a Veselényi Fél összeesküvésben is, hogy ő becsületes ember, odaáll, ha oda hívják, akkor oda megy, elé áll a tárgyalásnak, igaz, hogy utána lefejezi. Zrínyi szerette megérteni a dolgokat. És egy nagy valószínűséggel, hogy ez a bizonyos jelmondat változtatás, ami nagyon szokatlan egyébként az akkori korban, mert ez gyakorlatilag egy személyiségváltást jelent nála. Ugye annyira lángoló, annyira lobogó, annyira intenzív volt az ő személyiség, hogy amikor szerelmes volt, akkor az elvitte az energiának a jelentős részét, és mellette természetesen foglalkozott a hadakozással, védelemmel, de az arra bőven elég volt az, hogy senki sem bántat engem büntetlenül. De utána, amikor meghal a felesége, és teljes erőbedobással ugye a dédnagyapa emlékének az ápolása, annak a kiteljesítése felé fordul a figyelme, akkor jön ez, hogy a jó sors semmi más. Tehát, és le is írja egyébként az egyik hatalmi művében a Vitéz hadnagyban, hogy 9 rész a szerencséből az, amit az ember saját maga kovácsol, és van a 10. rész, az isteni akarat. De nem szabad kétségbe vonni az isteni, tehát ezt nem lehet kihagyni, mert gondoljunk bele abba, hogy a 10. rész az isteni akarat megnyilvánulása, hogyha az ember mindent megtesz annak érdeke, hogy ezt kikapcsolja, akkor gyakorlatilag ezzel Isten tagad. Tehát ez egy érdekes gondolatmenet részéről. Tehát ő remekül megértette a dolgokat, de nem talált ki új, tehát hogy mondjam, kitalált új dolgokat, de nem úgy talált ki új dolgokat, hogy leült és akkor kiötlök új dolgokat, hanem a hatalmas könyvtárából elolvasott, ami ehhez szükséges volt, és utána ezeken elkezdett lamentálni. Ugye a hadtudományi munkáiban is az első, a tábor is kistrakta, egy korabeli katonai szabályzatnak a magyarra átültetése. Tehát volt neki gyökere előképe. Akkor ott van a Vitéz hadnagy a diskurzusokkal, és utána pedig az aforizmákkal, hogy gyakorlatilag fölvet egy problémát, akár egy ókori hadtudós gondolatát, és utána leírja azt, hogy ő benne milyen gondolatokat ébreszt ez az egész. Tehát ő szervesen kapcsolódott a kor tudományához, de voltak gondolatai, és ez a nagysága. Ezek szerint irodalmi munkásságában is igen változatos volt, mert ugye szó volt a szerelemről, és szó volt a hadi dolgokról is. Igen, tehát az irodalmi munkásság, ez egyszerűen szerintem egy példátlan dolog, hogy ír 3-4 szerelmes verset ugye Eusébiához, az első feleségéhez, és utána mondjuk 46-ban nekiáll és ír egy eposzt kapásból. És Homérosz tekint ugye a példaképének. Fantasztikus. Az igaz, hogy a rímekben sokszor érződik a nyersség. Az egésznek a szerkezete azért ez egy katonára val, katona szemléletére. De akkor is egy páratlan dolog. És utána, amikor meghal a felesége, akkor írja a sírató verseit, amiben meg véleményem szerint ugye a kutatásaim alapján erősen visszaköszön Monteverdi művészete. Ugye Monteverdi volt az, aki gyakorlatilag feltalálta az opera műfaját. Tehát a kor egy másik zsenie, egy világhíred, Európa hírű zsenie volt, és Zrínyi hozzá próbálja magát mérni, vagy fölkapaszkodni mellé, vagy nem is tudom, hogy csatlakozni az ő irányzatához. Például a sírató verseiben feldolgozza Orpheus történetét, Adriáni Ariadné történetét, és valahol ott lebeg azért az egész történetben a hazatérő Odysseus is. Tehát rendkívül művelt volt. Ismerte a kor neves költői Marinónak például a költészetét. Tehát abban a bizonyos könyvtárban ott vannak a hadtudományi munkák, ugye a militáriák, de mellette ott van a kor irodalma is. Klasszikus és legfrissebb irodalma. Fantasztikus egyébként. Első házasságában született gyermek? Nem, abban nem volt. Hamar meghalt a felesége, nem tudni, hogy miben. Mérgezésben, kigyomarásban, de egy nagyon szomorú történet volt, és utána a második, a Löbl Mária Zsófia feleségétől született gyermeke, de őről azt írták a másik feleségéről a személyzet tagja, hogy teljesen más az új úrnő, mint a régi volt. Tehát ez egy viharos szerelem volt az övék Eusébiával. El kell jutnunk odáig, hogy egész fiatalon és elég furcsa halált halt. Hát, hogy mennyire furcsa. Jó, ez a magyar történetben nem egyedülálló, hogy egy vatkan rendezi a dolgokat. Ugye pont Imre Herceg is egy vatkan vadászat áldozata lett, és ugye azzal kapcsolatban is fölmerült az, hogy
hogy a Besenyő költék, meg a Tonu Zaba volt az, akit aztán utána ott elástak élve a Abádi Révnél. Szerintem nem igaz. Tehát az idézet ugye Anonymusnál, hogy temetkezett elevenen az Abádi Révbe, az valószínűleg az volt, hogy szegény Tonu Zaba ugye átkelt a családjával a Réven, aztán beleestek a folyót, belefulladtak. Na most szerintem Zinyinél se túl bonyolult a dolog. Egyszerűbb legalábbis ennél az egész merénylet históriánál. Zrínyi 1664-ben, amikor a dicsőséges és tényleg nagyon sikeres téli hadjárat után szembesül azzal, hogy Kanizsa ostroma nem sikerül. Ugye nem volt alkalmas, nem voltak jó műszaki tisztjeik, nem volt alkalmas tüzértisztjük hozzá, az ágyuk kiégtek, nagy távolságról lőttek, nagy töltekkel, szóval nagyon sok apró hibát voltak kénytelenek véteni. Sikertelen az ostrom, utána az egészség levonul az Zrínyújvárhoz, amit ő építetett föl. 3 hetes ostrom után a vár elesik. Mondtak ők, hogy nem nagyon akarja védeni a várat, nem tartja alkalmasnak védelemre. És ami meglepő, hogy Zrínyi már az ostrom időszakában egyszerűen ott hagyja a tábort és visszamegy Csáktornyára. És onnan írja ugye ezt a búslevelét az udvar felé, hogy lepusztították a birtokát, kirabolták az embereit, és hogy ez micsoda egy állapot. Tehát gyakorlatilag összeomlik az egész műve. A Szent Gotthárdi csatában ott vannak a magyar nemesek, ott van Nádasdi, ott hát nincs, ott éppen Körmennél van, de Esterházy elmegy, tehát akik együtt harcoltak vele, Zinyi nem megy el Szent Gotthárdhoz, nem követi a sereget. Én szerintem egy erős depresszióba esik a sikertelenség miatt, tehát hogy a jól induló év belefordul egy ilyen sikertelenségbe, és hát nem is keresi a halált, de nem utasítja el. Tehát amikor a Póka ugye azt mondja neki, hogy ott van a sebzett vatkan, és hogy óvatosan kéne, akkor azt mondja, hogy nem, majd én egyedül bemegyek, és megölöm a vatkant. És hát a vatkan volt az erősebb. Tehát a vatkanok az elég veszélyesek. Beszéljünk egy kicsit emlékezetéről, hiszen számos művészeti alkotás őrzi Zrínyi Miklós emlékét. Igen, ez egy érdekes kérdés továbbra is. Ugyanis hát Zrínyinek számos alkotás őrzi az emlékét, ellenben egész alakos Zrínyi szoborból nincs sok. És ezeknek az egész alakos Zrínyi szobroknak elég hányattatott, elég furcsa a sorsa. A 19. század produkált 2 egész alakos Zrínyi szobrot, az egyik a parlament keleti homlokzatán látható, egy ilyen historizáló páncélos Zrínyi Miklós, valamint Bécsben a Hernhalléban, a Hadtörténeti Múzeum telőcsarnokában van egy Zrínyi Miklós szobor, amiről az osztrákok úgy tudják, hogy ez a Szigetvári Zrínyi Miklós ábrázolja, de a magyar ember ránéz, mindjárt látja, hogy ez nem a Szigetvári Zrínyi, ez a költő és hadtudós Zrínyi. Tehát ez a 19. század. Azért álljunk meg itt egy kicsit, igen, jelezni szeretném a nézőknek, hogy fotókat is fognak látni hamarosan, és itt kérem a te segítséget, hogy kollégáink tudják, hogy éppen melyik képet kellene, hogy megmutassuk a nézőknek. Jó, hát menjünk sorrendbe. Menjünk sorrendbe, akkor kezdjük el talán a képekkel, és akkor tudunk. Igen, tehát ez, amit a parlament keleti homlokzatán láthatunk, tehát ez a klasszikus 19. századi Zrínyi ábrázolás páncélban, fegyverrel. És akkor folytatjuk a sort, hiszen több kép is van. Ugye ez az a Zrínyi Miklós, aki Bécsben a Hadtörténeti Múzeumnak az előcsarnokában áll, és őről gondolják azt, hogy a Szigetvári Zrínyi Miklós, valójában ránézünk, ugye alkatra is, arcra is, ő a hadtudós Zrínyi Miklósnak az ábrázolása, tehát ő egy félreértett Zrínyi szobor. Na, most jön egy érdekes szobor, ugyanis a 19. század vége felé megakad az egész alakos Zrínyi szobroknak az előállítása, vagy létrehozása, és aztán utána az 1930-as évek második felében, vége felé, 40-es években indul be az újabb Zrínyi hullám. Ez annak köszönhető, hogy a vitézi renden belül alakul egy Zrínyi csoport, akik a magyar hadtudomány, a magyar honvédelmi eszmének a népszerűsítését tűzik ki az ászlajukra, és ebben a Zrínyi csoportban nem vitézek is részt vehetnek, tehát ez egy ilyen társadalmi népszerűsítő csoport, és ők csináltatnak Horvai Jánossal egy Zrínyi szobrot, aminek az lett volna az elsődleges funkció, hogy 41-ben, amikor sikerül a délvidéket visszafoglalni, akkor Csáktornyán fölállítsák. Ugye Horvai János elkészíti ezt a kor mű értői szerint eléggé másodlagos Zrínyi ábrázolást fehér kőből, csak hogy mire fölállítanák, addigra vége van a háborúnak, és az özvegy egy raktárban helyezteti ezt a szobrot, míg aztán végül, azt, ha jól emlékszem, akkor 1964-ben Szigetváron valakinek
van egy ötlete, hogy föl kéne állítani egy Zrínyi szobrot, ja, ott van négy, hát a halálnak az évfordulója, és akkor megkeresik az özvegyet, és 20 000 forintért megvásárolják tőle ezt a szobrot, és leszállítják, tehát a Csáktornyára szánt Zrínyi szobor az most Szigetváron látható. Ez a másik kakuktojás Zrínyi szobor. Szintén Horvai János kap egy felkérést a Vitézi rend részéről arra, hogy csinálni egy olyan Zrínyi szobrot, amit a halászbástya alatt állítanának fel, és rátekintene a városra. És ugye így készül ez a kereveten ülő Zrínyi ábrázolás, amiről nem látszik mindjárt, hogy Zrínyi, de ugye ott van a kezében, egyik kezében a toll, a jobb kezében, a másikban pedig ugye tartja a szabjáját. Meg olyan furcsán is ül. Na, a lényeg az, hogy ez a szobor ez nem kerül a halászbástyához, hanem a Hűvösvölgybe szállítják, az ottani katonai tanintézménybe, és végül aztán ugye ott marad, amikor a HM2 költözik oda, ugye a Honvédelmi Minisztériumnak az egyik intézménye, akkor ez ott marad végig, amikor megszűnik a HM2, akkor felhozzák a hadtörténeti udvarára, és ráraknak egy táblát, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. Mert hogy valaki azt gondolta, hogy toll van a kezében, tehát a Tinódi. Addig megy ez, míg a múzeum akkori igazgatója, a Lugosi József ezredes a Magyar Katona újságot olvasgatja, ugye ezt a szintén a Vitézi szék által kiadott 30-as évekbeli újságot, és egyszer csak szembe találja magát ezzel a szoborral, és oda van írva, hogy Zrínyi Miklós, Horvai János alkotása. Tehát így egy ilyen lappangó felfedezett Zrínyi Miklós szobrot láthatunk. Eléggé kalandosak a szobrai, illetve az emlékei, és még nem is jutottunk el a székesfehérvári szoborig, mert az még azért vannak képek, amelyeket tovább is tudunk nézni. Gertner Petra kolléga nem hívta fel a figyelmet a Vitézi székházra. Ugye úgy jött elő a beszélgetésbe, hogy ennek a Vitézi székháznak van egy falfestménye, amit ugye Abba Novák Vilmos csinált, és ott Zrínyi idézetek találhatók. És kérdezte Petra, hogy honnan származnak ezek az idézetek. Ugye ezt sikerült megtalálni a Vitéz Hadnagy cím munkájába, és ahogy nézegettem ezt a képet, amit átküldött, láttam, mondom, ott van egy szobor a mindjárt a bejárat mellett. Hát mi lehet ez a szobor vajon? Szerencsére voltak közelebbi felvételek is. Lépjünk a képben tovább. Ugye ez az a bizonyos falfestmény, ahol oldalt láthatók a Zrínyi idézetek. És ugye ez az a bizonyos szobor, ez az Óman Béla által készített szobor, és úgy ránéztem, hát mondom, ez egy Zrínyi szobor, hát van Fehérván Zrínyi szobor, és ugye elkezdtem utána járni, hogy hát hol van ez a szobor, valójában hova kerülhetett. És ugye kiderült, hogy hát ez a Székesfehérvárnak a vándorló szobra. Ha tovább lépünk, ugye akkor láthatjuk, hogy a 1964 után, amikor, vagy 67 után, tehát amikor megindult az átalakítás a Vitézi székházba, akkor áthelyezték a mostani Mátyáskút helyére oda egy falra, ugye ez végül is egy ilyen épületszobor. Ha lépünk egyet, akkor láthatjuk közelebbről is, tehát hogy ott állt a szobor. Ellenben a Vitézi székháznál is, meg itt ezen a helyen sem volt alatta felirat, hogy kit ábrázolna, pedig az Óman Béla szobrokon rendszeresen rajt van, hogy kiről készült. Ugye a Városházan ott van egy Árpád szobor, egy Szent István szobor, akkor a Kálmáncsei szobor szintén, fönn van még a címer is. Itt nem tartotta szükségesnek a művész azt, hogy ezt megjelölje. Na most ugye, amikor elkészült a Mátyás kút, akkor 89-ben leveszik erről a helyre, egy raktárba szállítják, és 2000-ben az Oskola utca sarkán ugye fölállításra kerül a szobor, de már a 90-es években ugye az akkori napilapok ugye úgy emlékeznek meg, hogy ez a magyar vitéz szobra. Sőt, találtam egy újságcikket, ahol egy művészettörténész Fejér megyei hírlapban írja azt, hogy ahogy ránézünk erre a szoborra, hirtelen Zrínyi Miklóst láthatjuk benne, és hát ez fejezi ki a magyar vitézséget. Na most, hát nem csak, hogy Zrínyi Miklóst láthatjuk benne, hanem, hogy ő tényleg Zrínyi Miklós, és erre meg is van a bizonyíték, hogy miért nem véste föl vajon a nevét Óman Béla a talapzatra. Ha tovább lépünk, akkor ugye azért nem véste fel, mert a szoboralaknak a lábánál van egy pajzs. És ennek a pajzsnak csak ugye a szabjától az egyik oldala látszik, ahol egy ilyen érdekes, mint a napocska, tehát egy olyan ábrázolás van, de ez nem napocska, hanem ez két élére állított, egymással szembefolytott sasszár. Ha tovább lépünk egyet, akkor láthatjuk, hogy az Zrínyi szímernek látható ez ugye az egyik hasított mezőjében, ez a sasszár, ez a Subicsoknak az eredeti címere.
Tehát Ómon Béla számára ez annyira egyértelmű volt, hogy ő rávési a szobor, erre a fehér kőből készült szoborra Zrínyi címernek ezt a részletét, hogy mindenki ráismer arra, hogy Zrínyi. Másik egyébként, ugye visszatérve, tehát a Vitézi szék székházánál, mondhatom azt, hogy majdnem minden Zrínyiről szólt. Tehát a bejáratnál Zrínyi Miklós állt, bent Zrínyi Miklós idézet volt, és ugye a Zrínyi csoport volt az, aki megművelte a kultúrát. Tehát gyakorlatilag az egész Vitézi rendnek ez a működése az nagyon szorosan Zrínyi Miklós mellett volt. Tehát a vitézek számára ez nem volt kérdéses, hogy ő Zrínyi. És ezt még alátámasztja az is, hogy az 1984-ben megjelent életrajzi lexikon a pótkötet, az felsorolja Ómon Bélának a szobrait, és ugye ott külön kiemeljük, hogy Székesfehérvárnál van neki ugye, a Kálmáncsai szobra, van Prohászka szobor, és van Zrínyi Miklós szobra. Tehát Zrínyi Miklósnak van Székesfehérvárnál szobra, jó lenne az ő nevét kihelyezni, hogyha már szükségesnek tartjuk, és ugye itt van a Zrínyi év, amikor meg lehetne emlékezni, tehát ez egy kiváló ez a, szerintem a jó Isten akarata, hogy pont most sikerült felfedezni, hát meg tudunk emlékezni Zrínyi Miklósról. Izgalmas volt nagyon a történet, és nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, dr. Négyesi Lajos volt a műsor vendége, tőle megtudtuk, bizony van Zrínyi Miklós szobor Székesfehérváron. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!